Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget és a két csapat játékosait. Az első Magyarország-Szlovénia borász válogatott labdarúgó mérkőzésen. Egy hostess fölvezeti a kezdőrúgást, elvégzőket, Lóránffy Zsuzsannáról van szó? Lóránffy Zsuzsanna női borrendnek a tagjai kísérik az előtt említett hölgyet és urat, a szlovén nagykövet asszonyt, illetve a Bor és Pezső Fesztivál igazgatója. Igen, tehát a nagykövet asszony és Zilai Zoltán, aki hát a most két napja a várban dúló és még két napig tartó borfesztiválnak a főnöke. Tehát ott a labda mellett, mögött, mondosan takarva, aztán várják itt a jelet, miközben Magyar Zoltán is itt az utasításait adja még, mint egy körülbelül mi minden következhet be. Egy sípszó is valahonnan tétován, és hát íme, ahogy avatni szokták a hajókat, valahogy egy szép kis szalagon ott a palack nem pezsgő, hanem bor, de első találat nem sikerült, ez ami a lengőteke, és íme a kezdőrúgás. Körülsi Gyuri csak tapsol nekünk. Vonalon belül nagy a helyezkedés. Feulecki, 30-as számmal éppen azt mondja, hogy menjünk előbbre, vagy mindenki vegye föl az emberét. Polgár Frigyes pedig, mint hogyha keresne valamit a falon, úgy tókként titkos. Alapja kapura, kerül száll. Gere Attila könnyelén árítja, majd nagyon elegánsan pöccinti oda jobb oldalra. Micsoda talpal átvétel, hát ilyet csak a legnagyobban tudnak. Most kína az első lehetőségén. Tehát a kapus az milyen remek tudja neki? Lehet, hogy szövet lesz? Hát. Rókus Kalvi fejezte nyomán, mondhatja, hogy szinte a gólvonalról ment. És azért már mindkét kapu forgott veszélybe. Tegyük hozzá, hogy a magyar egyet többször talán. Ez tényleg lecsapott erre a labdára, föl is gyorsíva. Ott van a 16-osra belül, lágya nem el! Gól! Fantasztikus gól! A 27. percben Tényagy László. Mint ahogy azt a tatabánya színeiben annyiszor megtette. Ezúttal is. Épp a lehetőséggel, és már szögben volt, nem bombázott a kapura, mert megtehette volna azt is. Rendkívül okosan látta, hogy a kapus kinnál a kaputól, és Simicsics fölött átemelte, átívelte a labdát. Ott az üresen tátongó jobb oldalba, kapu jobb oldalába. Tényagy góljával 1-0 magyar borászok javára. És Polgár lőhet, dobhatja majd be. Pénagy, nincs les, bedobás után ezt használta most ki, Pénagy, jó a beadás, ott a fejezés, ott a góli! Megvan! Remek gól! 2-0! Hangácsi fejeli a második magyar gólt. Pénagy egy gól után ad egy gólpaszt is, mégpedig remekül. Kicsit elaludtak a szlovénok a gólnál, hiszen egy bedobás előzte meg magát az akciót. És mi jöhetünk ismételt bedobással. Pénagy csúsztat. Veszélyes lehet, így még inkább. Aztán elmegy ott akár cipője mellett. Pénagy ellövi, és Pénagy belövi a harmadik gól. Hát kérem szépen, Pénagy László! Pénagy nem sokat gondolkozott, elvállalta jobb lábbal, és berúgta bizony a bal alsó sarokba, szegény szlovén borászkapus egyáltalán nem tehetett róla. Két gól, egy gól, passz! Hangácsi és Pénagy László két góljával tehát a magyar borász válogatott 3-0 arányban legyőzte egy
kiváló hangulatú, remek mérkőzésen a szlovén borász válogatottat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.